Kövess Twitchen, ha élő adásokat néznél tőlem a továbbiakban is. www.twitch.tv/jusutv. Ki ne hagyd! Na sziasztok srácok, köszöntök mindenkit a legújabb videóban. Itt vagyok éppen a Terjeszt körúti laptop szalon boltban, és az idén áprilisban megjelent... Na sziasztok srácok, köszöntök mindenkit a legújabb videóban, és itt vagyunk a Terjeszt körúti laptop szalon standban, és az áprilisban megjelent God of War Collector's Pack csomagot fogom nektek most bemutatni, illetve nyereményjáték formájában kisorsolva, és végre valahára ki tudtam mondani ezt a mondatot körülbelül, hát nem tudom, 6 videóvágás után. Na nem is nagyon húznám tovább a szót srácok, hanem elkezdjük kibontani szerintem a Collector's Packet, mert baromira kíváncsi vagyok, hogy mi van benne. Ez az egyik olyan játék, ami egyébként engem is nagyon megfogott. Igaz, hogy nincsen PlayStation-öm még, tudniillik még, de ez az a játék, amit valószínűleg én is ki fogok majd próbálni, és valószínűleg én is nagyon fogok szeretni, hiszen azért ez a PS-nek az egyik, ha nem a legnagyobb zászlós hajója. És elég érdekes sztoria van. Nagyon nem mennék bele igazából a sztorizásába, szerintem mindenki ismeri a God of War sorozatokat, tudja, hogy egy nagyon pörgős, ilyen istenes harcokról szóló játékról beszélünk, és én már annyit tudok benne, hogy van egy bábú, az a bábú engem baromira érdekel, úgyhogy srácok, szerintem essünk neki. Van itt egy olyan doboz, ez egy ilyen szürke-fekete takaró doboz, amiben egyébként benne van ez a doboz, és sanszos, hogy ebben a dobozban szintén lesz majd egy másik doboz. Igen, van benne egy másik doboz. Szerintem én kinyitogatom, egyébként a doboz elég nagy. Tehát, hogyha most fölállok, és megmutatom, hogy nagyjából mekkora így magamhoz képest, azért nem kicsi. Hát egy ilyen collector's pack szintű dobozról beszélünk, amik általában nem kicsik, mondjuk ebben is szerintem vannak különböző méretezések, de igazából teljesen mindegy. A lényeg az, hogy a dobozban szintén van egy doboz, illetve van benne egy CD, ami még nincs kibontva, illetve hát benne van gondolom a szériá, így van. Elolvassam az első négyet, MP, MQ, a többit találjátok ki. Na, nézzük tovább. Van benne egy, ez elég érdekes lesz, ugyanis egy hungarocell doboz van, egy másik dobozban. Úgyhogy szerintem most, ezt így fölemelem. Srácok, a hangért elnézést kérek, ugye itt vagyok a laptop szalon boltban, és ugye itt kibejárnak az emberek, meg itt a villamos, meg nem tudom, szóval azért, hello, szia, vannak dolgok. Na ez az egyik, én ezeket úgy kibontanám, de nem bonthatom ki. Sajnos, mert ugye ezt fogjuk majd elküldeni, illetve ezt fogja majd a laptop szalon elküldeni a nyertesnek is. Ha érdekel is a pozitív dolog, akkor ezt azért aláírjuk nektek, hogy így meglegyen. Ugye ez Rekálnál is meg lesz, nézzétek majd meg Rekál videóját is, mert szintén csinál majd egy ilyen kibontogatós videót erről a Collector's Packről, ami egyébként egy közös nyereményjáték is. Szóval, ebben van egy ilyen térképszerű cucc, ami inkább egy ilyen ruha anyag, vagy nem is tudom mi ez, de hát egy ilyen régies cuckó, így néz ki. Nem nagyon akarom kibontani, de higgyétek el nekem, hogy egy térkép van benne. Van benne egy God of War, hát nem tudom, ez olyan, mint valami levél, vagy nem. Hát, mindegy, valami kibontogatós doksi, nem tudom, hogy mi van benne, szerintem valami kép. Illetve van benne egy ilyen kis dobozka, ebben a dobozkában pedig mi van? Na, ezt viszont lehet, hogy ki kéne nyitni. Nem fogjuk tudni, de kinyitjuk. Kinyitjuk, srácok! Kinyitom! Mi van benne? Fiam, ez a kis bábú? Kis bábú. Hát az lehet, hogy nálam marad. Így néz ki. Ilyen kis, nem tudom mik ezek. Gondolom ilyen istenségszerű dolgok. Ja. Valószínűleg kalapács van a kezükben, úgyhogy sanszos, hogy valami kovács, vagy nem tudom, valami hasonló úri emberek vannak ott a dologban. És itt van a lényeg, srácok. Ezt meg sem merem fogni igazából. Meg azt tudom, hogy ezt hogy fogom tudni. Ezt ki is tudjuk bontani. Nem látok bele semmit, mi? Én se, úgyhogy kibontjuk. Wow, hát azért ez nem kicsi. Azért ez nagyon nem kicsi. Hát csak így a fejemre mérve, hát körülbelül akkora, mint a fejem, és írjétek el, a fejem az nem kicsi. Aha, itt valami kis Kratosunk, és a Kratos pedig, hát nem tudom, valakit próbál éppen. Sőt, le is fejezte, úgy nézem. Ja, lefejezte. És itt mellette van, gondolom ez a fia akar lenni.
aki meg szintén valami, nem tudom, fószert a földre kényszerített egy íjjal, vagy egy íjvesszővel a szemébe. Na, hát ez elég durva. Ez így jó lenne mondjuk háttérben nekem. Úgyhogy esélyes, hogy mi is szerzünk egy ilyen collector's packet. Na, hát körülbelül így néz ki egyébként a God of War-os collector's pack. És akkor most jöjjenek a piszkos dolgok, mit is kell tennetek érte, srácok. Egyrészt leírok egy linket a komment szekcióba, illetve lent lesz majd a videónak a leírásában is, hogy mit kell tennetek ahhoz, hogy regisztráljatok. Körülbelül egyébként 2 perces mutatvány lesz. Föl kell iratkozni a csatornára, föl kell menni a Laptop Szalonnak az Instagramjára, azt hiszem a Facebookjára is, Rekát is meg kell csekkolni, és talán így ennyi. Úgyhogy 4 vagy 5 dolog van. Nagyon fontos, srácok, hogy a linkbe ugye úgy találjátok, hogy külön-külön mindegyiket meg tudjátok csinálni, ami nem kötelező egyébként, tehát aki nem szeretné valamelyiket megcsinálni, az ne csinálja meg. Nyilvánvalóan, aki szeretné megnyerni ezt a collector's packet, akkor érdemes minél több kis feladatot megcsinálni ezekből, hiszen láthatok mögötte egy számot, hogy 1 pont, 1 pont, 1 pont, és minél több feladatot csinálsz meg, annál nagyobb esélyed van megnyerni ezt a God of War collector's packet, jó? Úgyhogy nem is nagyon húzom tovább a szót, srácok, mindenkinek jó játékot kívánok. A nyereményjáték egyébként 1,5 hétig fog menni, úgyhogy 1,5 hétig van lehetőségetek regisztrálni. Úgyhogy aki még nem tette meg, akkor az nagyon-nagyon gyorsan menjen le és regisztráljon rá, vagy gondolkodjon rajta, vagy nem tudom, de hát igazából nincs mind, mert azért mégiscsak egy 30-40-50 ezer forintos cuccról beszélünk. Úgyhogy én mindenkinek ajánlom, a játékot meg egyébként főleg. Jó? Úgyhogy nézzétek meg, link ott van a videónak a leírásában, ott van a komment szekcióban is. És hát ne felejtsétek el, srácok, hogy mostanában, már mostantól kezdve folyamatosan Twitch-en is live-olok, úgyhogy oda is gyertek, hogyha szeretnétek élőadásokat nézni tőlem. És hát találkozunk egy legközelebbi live-ban vagy egy videóban. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ne felejtsétek el, még egyszer mondom, a linket lecsekkolni. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra, Jussu voltam, sziasztok!